Engedje meg, hogy születésnapja alkalmából nagyon sok szeretettel gratuláljunk Paks város önkormányzata nevében. A 90. születésnapja alkalmával fogadja ezt a virágcsokrot nagyon sok szeretettel. Nagyon. Igen, köszönöm. És van egy kis ajándékcsomag is, amit szeretnénk még átnyújtani még a város részéről. Igen, és két puszit is kérek szépen. Na hát, ennyi minden. Gratulálok. Kapok. Köszönöm szépen. Bernát Gyuláné Juliska néni férje halála után 1993-ban költözött Dunaszentgyörgyről Paksra, hogy közelebb lehessen két gyermekéhez, négy unokájához és dédunokáihoz, akik közé az ötödik érkezik decemberben. Juliska néni a mai napig tevékeny életet él, a köszöntőinek kínált fasírozottat is maga sütötte. Sütök, főzök, nem minden nap, mert ugye akkor úgy vagyok vele, hogy hát... minek főzzek minden nap egy kevés. Hát én nagyon szeretem például a csibelába, cuzzába egybe, megfőzöm, jó ragadós, nagyon finom, nokedli hozzá, hát ez a kedvencem. Míg férje cipész volt, Juliska néni a Dunaszentgyörgyi iskola konyháján, majd az atomerőműben dolgozott, eközben megesett, hogy 1500 tyúkot tartottak otthon. Szívesen mesélt férjéről. 45-ben esküdtünk, ugye 44-ben volt a háború. Uh-huh. Akkor nem voltam fényképezőgép, uh-huh. meg ilyen, nem tudom mi, még ruha, mennyasszonyi ruha, nem voltam ilyen. Juliska néni üzent is kortársainak. Nem sokan vannak, kezdjem út. Hát az a helyzet szegényeknek én is, hogy egészséget, jó egészséget kívánok, és ők is éljék még ezt a kort, amit én, úgyhogy tudják még ellátni magunkat, mert én is el tudom látni magamat még, hála Istennek.